Szeretettel köszöntelek! Az adventi és a karácsonyi ünnepekben egy sokak által ismert mesével szeretnék kedveskedni hallgatóimnak. A négy gyertya meséje, melynek mindig aktuális a mondani valója. Legyen a nagy világban és az emberek szívében mindig béke és békesség. Éledjen és erősödjön a hit minden ember lelkében. A szeretet és a remény lángja árassza fényét minden ember szívébe, lelkébe. Ezzel a rövid, de sokat mondó mesével kívánok mindenkinek áldott, békés és szeretettel teli boldog ünnepeket. A négy gyertya meséje. Az adventi koszorún négy gyertya égett. Annyira nagy volt körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett hallani, amit beszélgetnek. Azt mondta az első: én vagyok a béke, de az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni. És néhány pillanat múlva már csak egy füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdanán fényesen tündöklő lángra. Azt mondta a második: én vagyok a hit. Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem. A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot. Szomorúan így szólt a harmadik gyertya: én a szeretet vagyok. Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem. Semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám. Ezzel ki is aludt. Hirtelen belépett egy gyermek a szobába, és mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott: de hiszen nektek égnetek kéne mindörökké! És elkeseredésében sírva fakadt. Ekkor megszólalt a negyedik gyertya: ne félj, amíg nekem van lángom, meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a remény. A gyermek szeme felragyogott, megragadta a még égő gyertyát, és lángjával életre keltette vele a többit. Add, Urunk, hogy soha ki ne aludjon bennünk a remény. Hadd legyünk eszköz a kezedben, amely segít megőrizni gyermekeink szívében a hit, remény, szeretet és béke lángját.